Na itt van előttem Messina drága, aztán jön még Lisztedes, Sampi, Claudia, Piszrás, hát ezekben nem tudom, a Piszrás nem veszem fel, az megy a télire, tehát Lalianga, Claudia, Folti, Marci, Lisztedes és Lalianga, ha nem mondtam volna még. Ennyi lovunk van. Hopp. Hát ő itt Messike. Tehát mit mondtam még? Most lejönnek, lelovagolják a négyet. Marci a Foltival, a Nomcsi a Claudia, a Sampival, és utána van a... Most a Claudia kimegy szintén a télire. Itt még azért nem, most megint nem lehet átjönni ezen, csak veszélyes módokon. Zaruk miatt. Norbi bement, kijön a Laliangával. Ott most kijönnek Foltival, Marcival, Sampival, és onnan lesz még a Claudiával kimegy a télire a Danka, és a Norbi még kijön a Laliangával, és utána már csak egy marad, illetve a Piszrás és a Liszteres, ezt jó elnyögtem itten egy órán keresztül. Tehát így vagyunk. Ennyi. Tehát lentről 5, és fentről még egy, tehát 6 ló van ezek szerint, így van. Így van. Még elnézem, szerintem még a Lalus az kijön ide. A Piszrás télire, Claudia télire, és a másik négyel, Lisztedessel, Foltival, Marcival, Sampival jövünk ki a Tóbira. Télire nem megyünk ki, itt ezeken a dolgokon, itt a Messina eljött aránylag, de hát itt autók között kell, drótok, kábelek között, tehát veszélyes. De hát mindegy, meg kell csinálják, tehát, de sőt, nagyon kulturált emberek. Ezt egy fórumon el is mondhatnám, mert tényleg segítőkészek, nem egy-kettően lóhoz nem értő ember, itt csapdos, vagdos, ezek olyan figyelmesek, hogy le a kalappal előttük, kulturáltak. Sőt, előbb szólt, hogy itt át lehet jönni, ott majd később, na mindegy, kulturáltak. Nem jellemző szerintem. Nem jellemző. Jó! Így vagyunk. Karcsing nyomja fönn. Zabot meghozták, tápot meghozták. Banda drágám megkínált. Hát, le tudnak venni a lábamról, ha kolbászra kínálnak. Isten jó kolbász, tényleg. Na. Érkezik Messina. De szépen nyugodtan megy. Megyek föl, ott nyergelünk, az gyere majd, Lalika, az kész. Gyere majd, Lalus!